Pécsváros Mazsorett együttese és tánckara még az ünnepi koncertet megelőzve egy hangulatos bemutatót tartott a közönségnek a Kodály Központ előtti szabadtérben. Pécs polgármestere Péterfi Attila videóüzenetben mondta el köszöntőjét az Idősek Világnapja alkalmából, ezt már bent a hangversenyteremben. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves pécsi szépkorúak! Örömmel köszöntöm Önöket az Idősek Világnapja alkalmából szervezett ünnepi koncertünkön. Újra együtt ünnepelhetjük Pécs közösségének bölcs és tapasztalt tagjait. Ahogy Rousseau mondta, az életkora nem a fizikai erőnk nő, hanem a lélek ereje. Az öregség a lélek aranykora. Ezek a szavak hűen tükrözik azt a belső gazdagságot és erőt, amit Önök sugároznak felénk nap mint nap. Az évek során szerzett tudás, szeretet és tapasztalat nem csak az Önök életét teszi teljesebbé, hanem teljes közösségünket formálja és tanítja. Olyan szilárd alapot képviselnek, amelyre mindannyian építhetünk. Pécsváros közössége büszke lehet arra, hogy gondoskodással és tisztelettel fordul idősebb polgárai felé. Legyen szó a mindennapokat segítő gesztusról, az önzetnek közösségi munkáról, vagy olyan ünnepi pillanatokról, mint éppen ez a mai. Tavaly fogadtuk el Pécs átfogó idősügyi koncepcióját, mely a szépkorok életminőségének javítását célozza. Az idősügyi tanács kérése alapján időseknek szervezett rendezvényekre írtunk ki pályázatot. Az első ilyen programok már elindultak, és reményeink szerint tovább gazdagítják városunk idős polgárainak mindennapjait. Ezen a különleges napon Önöket ünnepeljük, és Önöket szeretnénk megajándékozni egy csodálatos, lélekmelengető koncerttel, ami reményeink szerint örömet és mosolyt hoz a szívükbe. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat, jó szórakozást kívánok mindenkinek! Évek óta részt vesz a Liszt Ferenc Zeneiskola az idősek napi ünnepségen. Pécs polgármestere kérte fel a zenei művészeti neveléssel foglalkozó intézményt a szereplésre, mondta Verle Marietta igazgatóhelyettes. Egyrészt nagyon örülünk annak, hogy vannak tehetséges növendékeink, akik alkalmasak arra, hogy kiálljanak színpadra, vannak tehetséges nagyszerű kollégáink, akik foglalkoznak a gyerekekkel, de nem csak erről van szó, hanem azt gondolom, hogy az idősek, azok egy különleges kapcsolatban vannak a gyerekekkel, oda és vissza. Fontos, hogy egyrészt mi, akik fiatalabbak vagyunk, kifejezzük a hálánkat az idősek felé, és az időseknek pedig azért jól talán megmelengetjük kicsit a szívüket, hiszen valahol az unokáikat látják a gyerekekben, mikor oda a színpadra állnak. És mindenképpen azt gondolom, hogy minden kollégám is, a gyerekek is, itt az iskola vezetésünk is nagyon pozitívan áll ehhez a rendezvényhez. És pláne ugye, hogy a világnap az egybeesik a zene világnapjával, így kettős az ünneplés, hiszen zenével állnak a gyerekek színpadra, és mindig nagy örömmel szerepelnek ezeken az alkalmakon. Ugye 4 koncert van, koncertenként 2 koncerten 4, és a másik 2 pedig 5 produkció áll színpadra. Most idén fafúvós hangszerekkel, többfélével is készültünk, azon kívül marimba produkció, gordonka, magánének, ezek mind megjelennek itt a repertoárunkban. A zongorát nem tudom, említettem-e, de pedig abból több produkció is van, úgyhogy elég színes a palettánk, amivel tudtunk készülni. A fellépő együttesek közül Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok igazgatója elmondta, évek óta hangsúlyt fektetnek az idősek világnapi megemlékezésre. A tiszteletadás számukra is nagyon fontos. Pécs egy olyan csodálatos hangversenyteremmel gazdagodhatott 14 évvel ezelőtt, amely mindannyiunk közös eredménye, az időseké is, akik életpályájukkal, a Pécs és régióban végzett szakmai tevékenységükkel hozzájárultak ahhoz, hogy az a város az legyen, aminek ma ismerjük és szeretjük, és amelynek ilyen gazdag kultúrális élete lehet. Magától értetődő, hogy hívjuk őket, és mi is nagy szeretettel köszöntjük őket, és próbálunk visszaadni valamit abból, amit tőlük kaptuk. Az ünnep mindkét napján, szeptember 30-án és október 1-én is 11 és 14 órakor felcsendültek ismert és kiváló dallamok. További fellépők voltak a Pécsi Nemzeti Színház művészei, Vermes Tímea és Bergovesz Dávid. Az Idősek Világnapi ünnepi műsort Pécs megyei város önkormányzata szervezte.